Hello Lucy, és itt az idő, hogy leteszteljük a Goat Simulátort. Egy olyan játékról beszélünk, amit még maguk a készítők sem gondoltak komolyan, csak egy poénnak szánták, azonban az internet népe felkapta hátára, és követelték a megvalósítást, és egy ilyen igényt nem lehet nem kielégíteni, úgyhogy itt vagyunk egy zavarba ejtően pici, de meglepően jó fizikával megáldott világban, egy iszonyatosan agresszív kecskével. Sztorival fő és mellé küldetésekkel egyáltalán nem zavartatták magukat a készítők, minket és kecskénket bedobtak a mély vízbe. A New game megnyomása után azonnal elkezdhetjük a lakosság terrorizálását és a település leamortizálását. Meglepő módon ez a kecske szimulátor egyáltalán nem csúnya, és igaz, mint ahogy azt említettem, pici a mapje, de több különböző terület került bele, ahol a kecske trükkök, valamint a pusztítás változatos formáit gyakorolhatjuk. Nyelvünkkel keresztül kasúr rángathatunk dolgokat a mapen, miközben közben tüntetést oszlatunk fel, építkezést rombolunk le, benzinkutat robbantunk fel, egy család nappaliát ugráljuk össze, vagy rakétával a hátunkon utazunk. Tudjátok, pont mint egy igazi kecske. A pályán különböző rejtett helyek, kincsek és aktiválható területek várnak minket, úgyhogy miközben zúzunk fel le, érdemes nyitva tartani a szemünket. A teljesen céltalan pusztítás bármennyire szórakoztató is egy bizonyos idő után unalmassá válhat, ezért achievementekkel jutalmaz minket a játék, például ha egy 720 fokos szajtót mutatunk be, egy adott távolságot teszünk meg levegőbe, vagy egy hatalmas robbanást provokálunk ki. Illetve a mindennapi pusztításunkat is pontozza a játék, kombózhatunk, szorzókat szerezhetünk, és így egyre feljebb és feljebb tornázhatjuk pontjaink számát, amivel össze is mérhetjük tudásunkat a többi lelkes játékossal. Érdekes hozzáállás, bár a játék születésének történetét ismerve egyáltalán nem meglepő, hogy a készítők nem nagyon szeretnének foglalkozni a bugokkal. Ott vannak a helyükön, vannak és azzá teszik a játékot, ami. Egyébként lenne dolgok bőven, nagyon gyakran beakadnak a textúrák, elnyúlnak a dolgok, elég furcsa jelenségekkel találkozhatunk azért. Összességében érdekes kérdés, hogy vajon megéri -e a 10 dolláros árát, azonban a maga módján minden perce szórakoztató. Nálunk 8-at a 10-es de próbáljátok ki és döntsétek ti, hogy nektek mennyire tetszik. Ennyi lett volna mára, köszönöm a figyelmet, sziasztok!